Franz Gustafsson, a kortárs európai jazz egyik legnépszerűbb személyisége látogatott el Székesfehérvárra az Alba Régia Szimfonikus Zenekar meghívására. Az est házigazdája Kis György régi ismerőse a korszakos szaxofonosnak, hiszen 2018-ban, majd 2021-ben is ő invitálta meg a művészt városunkba, aki erre a koncertre a The End zenekarral érkezett. Még mindig Nick Kezdőben ér, ez azért sokat segít nekünk. A többiek azok ma érkeztek repülővel Svédországba, egyébként Stockholmba játszottak a héten. Valószínűleg már előbb, ezt nem tudom, valószínűleg már előbb hazatért Nick Kezdőben, és akkor ő fogadta a többieket a repülőtéren, és onnan jöttek. Tehát ez azért nekünk nagy szerencsénk ővele, hogy viszonylag könnyen ide ér Fehérvárra. A szimfonikusok új koncertsorozata szervesen kapcsolódik ahhoz a célhoz, hogy a kortárs klasszikus zene fajsúlyosan jelenjen meg a város zenei palettáján. Dobri Dániel, a zenekar kortárs művészeti vezetője pedig bizonyos abban, hogy a Mats Gustafsson koncert mellett a közeljövőben folytatandó Kérdezd a zeneszerzőt est is jól szolgálja ezt a célt. Most egy egészen másféle zenével jött Mats Gustafsson hozzánk, mint legutóbb, mivel most elhozta magával The End elnevezésű zenekarát, és egy igazi jazz, rock, funk, metal, improvizációs estnek vagyunk most a tanúi. Ez is egy irányzata a kortárs zenének, egyszerűen azért, mert a zeneszerzésnek az egyik első lépcsője az az improvizáció. A rendhagyó műfajában egyedi koncerten a szaxofonosikon ezúttal egy olyan stílus parádéval köszönt be, ami szokatlanságával, hangzásával erősítette meg a célt, a zenei globalitás mindenek felettiségét. A háború miatt nagyon sok minden megváltozott, és ez természetesen hat mindenkire, így a zenészekre is. Ez a koncert is a változó világ jegyében született. Annak tükrében, hogy zeneszerzőként és zenészként megadatott az a lehetőség számomra, hogy ebben a formában is kifejezzem a gondolataimat. A szabad, improvizatív, a kortárs klasszikus free jazz, prog rock, tehát új utakat keresve megérkezett Székesfehérvárra is, egy csoda estel bizonyítva, hogy a gondolkoz globálisan, cselekedj lokálisan elv a jazzben is érvényesülhet.